Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Bátaszékről. Jelenleg ennyi vonat áll itt bent. Ott van egy Uzsgyi, egy kék bézé és a kiállított frigyláda. És a mai vonal bejárás pedig ezen a borús időn a 64-es lesz. Nem tudom, meddig lehet eljutni, ugye járhatatlannak van írva a pálya már a téglagyár után. De hogyha Bátáig sikerül, akkor azzal már elégedett leszek, de egyébként hát megyek, ameddig tudok, mert hát nyilván azt is figyelni kell majd, hogy az utolsó buszt, amivel Alsónyékra át tudok menni, az a visszaútfele az a legoptimálisabb, hogyha Alsónyékig, a megállóhelyig elmegyek busszal, és ott szállok vonatra. Úgyhogy haladunk, hát reményeim szerint Bátáig sikerül eljutni. Az 8 km, hát és van rá körülbelül egy olyan 8 óra. Tehát igazából kilométerenként van egy órám is, hogyha nagyon gázos a helyzet, akkor annyira szükség is lesz. Kiindulva a 62-esből, ahol 16 kilométerre kellett legalább ennyi. Úgyhogy egyenlőre előre. És ugye ott fog majd arrafele kiágazni a 64-es. Egyébként arról jöttem, ugye Sárbogárd felől. És ott még látható egy váltókezelő torony. És itt van egy egykori szolgálati lakás, hát ahogy nézem, lakatlan. És arra fele van a 64-es. Ennyi. Itt a földszint, igen, ez valóban egy szolgálati lakás volt. Itt volt a fürdőszoba. És itt volt a betyó maga a vécén, na ide most nem megyek be. Magyar sok értelme nem volna. Viszont digitális villanyóra megvan. Érdekes. De lakni biztos nem lakják a fületet. Az emeleten egy külön lakás volt is, külön villanyórával. Ez zárva. És itt egy csillár. Hát ennyi maradt meg. És itt a következő is. Szerintem ez volt a konyha. Semmi. És akkor így innen be lehet jutni ide a szobába is. Na jó. Egy földeletlen konnektor, és itt be volt húzva egy telefonvezeték is. Egyébként érthetetlen, hogy az ilyen lakásokat miért nem adják ki, akár a piaci árnál kicsivel olcsóban is, hát legalább laknák. Mennyi? 1999. júniusi újság. Hát akkor még biztos, hogy lakott itt valaki. Hát az épület a másik oldalról. Hát két antenna van még. És látszik, hogy nem mostanában volt lakott, és... Viszont szerintem ezt még nyugodtan ki lehetett volna adni. Hát most már nem biztos, hogy olyan állapotban van, de hát... Játszik, hogy azért közművesítve volt, tehát a víz meg a villany be volt vezetve. Hát ez simán lakható lett volna. A szolgálati lakásként nem is, de hát szerintem meghirdetve egy kicsit olcsóbban piaci árnál biztos lett volna rá jelentkező. És ez itt a 64-es vonal, és eddig járható. Nyilván itt látjátok, a vörös négyzet már kint van. Mellette lévő az a téglagyári. Illetve nem, a téglagyári később fog kiágazni. Ez egy iparvágány ott az autópálya fele. Amit viszont lehet, hogy ezek szerint használnak. Még legalábbis nincsen rajta kint a vörös négyzet. De úgy tudom, hogy a téglagyárig ez a vágány is járható, az iparvágány kiágazásig, csak hát ugye nincsen rajta vonat, de azért karban tartják valamennyire a vágányt. És akkor a 64-es felett elhagyottuk, és jön a vízi. Igen, mert így elmondom, hogy ez az 50-es vonal, ez ami Dombóvád fele megy. Ezt nézzétek, ott megy a vízi. És ez itt a 64-es, és majd ebből ki fog még egy ágazni.
az egykori téglagyár fele. És itt megvannak a szelvénykövek is, csak hát mindegyik olvasható. Hát ameddig lehet megyek, tehát hogy ez Pécs fel, addig már nem lehet bejárni, mert de sok helyen már fizikailag sincs meg a vonal. Tudom, hogy amikor az autópályát építették, akkor még papíron létezett, bármikor a térképen már nem jelölték, de talán még a törzshálózat részeként kezelték, és még vasútvonalnak számított, úgyhogy akkor még épült mindenhová felüljáró. De később, amikor már az elkerülő utakat építették, meg az autópályába csatlakozó egyéb mellékutakat, akkor viszont már ugye papíron sem létezett, és már törölték a vasútvonalak közül is. És ott viszont már ugye átvágták a töltést, meg visszabontották a sineket, ahol ugye a közútnak útba volt. Tehát már fizikailag sincs egybe a vonal. De ez csak olyan vémént utáni szakaszára érvényes, tehát elméletileg véméntig egyben van, hát aztán nyilván sok helyen már valószínűleg sinek is hiányoznak, meg ugye nincs is már járható állapotban, de biztos lesznek olyan szakaszok, ahol ugye kerülni kell, mert járhatatlan, ha egyáltalán van hova. És akkor a téglagyári kiágazás, itt van a védőcsonka. Ugye arra fele téglagyár, és erre fele 64-es. És ezen a szakaszon 2003 elején közlekedett utoljára vonat. Ez ugye a BZV-sz időszaka volt. 2002 végén történt, hogy az egyik BZ, amelyik siklott, azt hiszem, ott ilyen tengelyrepedésre utaló adatokat találtak, vagy hát ilyen nyomokat, és emiatt 2003 elején döntött úgy a MÁV, hogy akkor az összes BZ-t leállítja, ameddig az átvizsgálás meg nem történik, hogy egyesével mindent átvizsgálták, hogy ez konstrukciós hiba-e, vagy csak egyedi jelenségről van szó. Hát mint kiderült, az utóbbi volt, de ezt akkor nem lehetett tudni, és ugye akkor elővigyázatosságból, bár ugye ez túlzott elővigyázatosságnak is mondták akkoriban, meg hát ugye azóta már egyre több ilyen hang volt, hogy ez bizony egy ilyen mellékvonal bezárási főpróba volt. Ahova nem jutott egyéb jármű, ott ugye busszal kellett pótolni ez az időszak alatt is. Viszont az egyetlen vonal az ez volt, Bátaszék és Palotabosok között, ahová nem tértek vissza a vonatok később, se nem adattak a pótlóbuszok. De mivel nem csak a vasút volt kanyargós vonalvezetés, hanem a közút is, ezért érdemben jó menetidőt busszal sem lehetett tartani. Egyébként Pécsalad és Palotabosok között már 1997 óta mentek a pótlóbuszok. Ott annyira leromlott a pálya állapot, hogy ott már bizony busszal kellett pótolni. De úgy tudom, hogy ez volt az egyetlen, tehát minden más vonalra idővel a BZ-k visszatértek. Ugye a Mudony-Békés vonalon is volt egy pár hónapos szakasz, ameddig ugye rendszeres pótlóbusz volt. És ott van egy 5 kilométeres lassú jel. Téglagyári parvágányon, és azt is látjátok itt, hogy itt télvilágítás is ki volt építve még ezek a régi kandeláberekkel. Egykoron biztos élénk forgalom volt ezen a téglagyáron. Aztán utána, hogy lendi szokott, ugye az első ködös vonalbezárásoknál 2007. március 4-én ugye ezen a szakaszon a pótlóbuszok álltak le. Ugye, vagy legalábbis úgy álltak le, hogy nem a MÁV, hanem onnastól kezdve a Pannon Volán vitte a pótlóbuszokat, később egyébként meg is ritkították a menetrendet. Máshogy is jellemző volt, hogy a vonalbezárások akkoriban úgy zajlottak, hogy a Volán az mindenhol lenyilatkozta, hogy persze át tudja venni a pótlás, vagy hát a kiszolgálás ezeken a szakaszokon, és a leállított vonatok helyett ugye mennek majd busszal. Ugyanilyen a menetrendi mezőbe, ahol vonat járt korábban, ott most majd buszok fognak. De hát ez körülbelül 2-3 hónapig tartott, aztán a legtöbb helyen ezeket a pluszban beállított pótlóbuszokat, vagy legalábbis a nagy részüket egyszerűen megszüntették. De így volt ez Mulony-Békés esetén is, hogy körülbelül 3 hónap után az összes vonatok helyett indított busz megszűnt, és maradtak azok is, amik korábban már voltak.
egy érdekes tába. És igen, úgy tudom, hogy ott az autópálya mellett egy útátjáróban még a fénysorompó is megvan. Na hát az majd mindjárt kiderül. Hát közben azért elkezdett szemelkélni az eső, ez azért nem jó hír nekem. De ez még nem komoly. Reméljük, jobban nem fog rá kezdeni. Egyébként az időkép, azt még reggel is megnéztem, 2 mm-es sőt írt, az azért nem olyan sok. Tehát az csak ilyen gyenge eső nekinek írja egyébként most is, hogy ez várható. Hát ez most sajnos összejött. De hogyha nem kezd rá jobban, akkor ez nem okoz különösebb problémát. Hát innen kell majd a tovább benni, ez a téglagyári vágány, a másik a 64-es. De hát látható, ez van jobb állapotban, ez még valószínűleg 2003 után még valameddig használhatták. De ez ott átmegy az autópálya alatt, a másik arra fele kell nekem tovább menni. Itt egy szakaszon itt az autópálya mellett fog menni. És ez már az útátjáró, ott van egy egykori szolgálati lakás, valószínűleg egyébként kalossolompó lehetett itt korábban, és onnan kezelték. És itt bizony van egy viszonylag forgalmas út és fénysorompó, ami üzemel. Aha, és innen itt volt a téglagyárnak a iparvágány, és itt innen kezelték. És hát itt, tudjátok, a 64-es már eltűnt az aszfaltból. Hát innen már fizikailag sem járható tovább. Szóval, hogy arrafele ott az aluljárónál, ott a téglagyári elméletben még igen. Bár vörös négyzettel ki van zárva az egész, tehát nem használják már ezt sem nagyon régóta. És itt van az előjelző. Hát nagyjából eddig mondták, hogy járható a vonal. Hát errefele pedig, hogyha elnézünk, hát még egy darab, igen, viszont nagyobb a gaz, az is látszik. Hát mindegy, megyek, ameddig tudok. Nem biztos, hogy ebből bátor lesz. Itt van egy nagy régi távírópózna a Bozócosba. De itt is van a másik oldal, tehát szerintem ez még a régi távírópóznákat. Valószínűleg az történt, hogy a régi távíró vezetéket még a vonal életébe felváltotta egy újabb, mert szerintem itt kihúzták mellette a telefonvezetéket, mikor ugye a lakossági telefonvonalat azt végigvezették, és utána a MÁV is átállt arra, a régi vezetéket meg felhagyta, viszont az oszlopokat nem mindenhol szedték ki. 654-es szelvénynél járunk. Itt van egy híd, és hát a domlik a helyzet, de egyelőre még járható. És mellettünk van az autópálya. 653-as szelvény. Most a 627-estől vannak adataim. Egyébként innen is köszönöm Bocz Benedeknek, hogy küldött egy tájékoztatót. A 627-estől felsorolta egészen, nem tudom, azt talán Palotabos, akik az 580-asig, hogy mi újság a vonalon. És akkor ott vannak ilyen szakaszok, ahol 100 méterekre ide járhatatlan, nincsenek meg a sinek, nehezen járható. Hát meglátjuk, csak addig kéne eljutni, mert az nagyjából... Hát olyan bátak, az lehet, hogy a 600-as körül, mert 8 kilométert ír a menetrendi mező, és a 670 valahányasnál volt a kiágazás. És aztán utána a következő nagyobb állomáshoz Palotabosok, az meg valahol a 500-asnál, 580-asnál, nem tudom, majd ezt meg kéne még nézzem. De hát, hogyha addig eljutnék, az egy kisebb csoda lenne. Már nem biztos, hogy belefér az időbe, bár eddig viszonylag jól haladtam. Majd szerintem mondom, az erdős szakasz után, amikor eltávolodik a pályától, az lesz majd a fekete leves. Onnan majd jön a minden méterért küzdés. És ezt nézzétek. Egy kidőlt pózna, szigetelő még rajta, van egy kötődoboz is, de ez viszont telefonvezeték, ez egyértelmű. És akadály előttünk. Hát ezt valaki kell kerülni. Hát és a helyzet az körében mennyi. És itt azért vannak ilyen akadályok, amit ilyen nehezebb megugrani, tehát itt majd valahogy át kell mászni, meg kikerülni itt a töltésnél. És itt fog majd eltávolodni az autópályától, és haladunk majd be az Erdélyben.
Onnan számítok arra, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet, eddig még úgy egész jó. És itt jött egy korapálya, viszont itt már a sinek sincsenek meg. Valószínűleg, amikor az autópálya épült, akkor szedték ki innen, de errefele kell tovább menni. Hopp, itt egy talpa. És itt már megint megvannak a sinek, hát ennyi, igen, itt az útátjáróból kiszedték. És itt jön majd az erdei szakasz, hát erre majd kíváncsi leszek. És hát haladunk tovább, itt már azért vannak nagyobb dombok is a vágányon. És egyébként meg sehol semmiért itt számítva azt az egy épületet. De még olyan nagyon járhatatlan részt nem találtam, tehát még a helyzet jobb, mint vártam. Kíváncsi vagyok, meddig lesz ez így. Aztán majd most jön az erdei szakasz, ahol ugye az lehet a probléma, hogy még földút sem nagyon lesz, ahol lehet menni mellette, hogyha járhatatlanná válik. Lehetnek olyan szakaszok, ahol lehet, hogy vissza kell majd fordulni és a köves útig kijönni. De eddig minden esetre sokkal jobb a helyzet, mint amire számítottam. És az erdei szakasz. Én ugye azt nem mondtam, hogy menet közben elállt az eső egy rövid ideig szemelkért, aztán elállt. Úgyhogy mehetünk nyugodtan. Itt azért már nőnek fák is a vágány tengelybe. De a nyomvonal az még egyben van és járható. Mondjuk az is biztos, hogy itt már többet nem fog vonat közlekedni. Ha egyszer talán valamikor, még maga a kapcsolat újraéled, ugye Pécs meg Bátorszék között, mert arra azért volna igény. Ugye főleg a Pécs Szegedig, de csak ugye, hogyha Bajától Bácsalmás Csikédi a Szabadka vonalon is újraéledne a közlekedés, mert ugye Szabadkától Szegedig ugye éppen most is zajlik a pályaépítés, a pályaépítés már nem, az már készen van, a villamosítás, igen, tehát ott lesz személyszállítás. Ugye nem ezen a nyomvonalon kellene újraépíteni, ezen a kanyargós, hegyek-völgyek kerülgetős vonalán, hanem egy teljesen új nyomvonal kellene. Ha az egyszer meg is valósul egy Pécs-Bátorszék kapcsolat újra kiépítése, az nem az eredeti nyomvonalon fog történni. Na, de közben haladunk tovább, és hát ameddig a szem ellát, olyan különösebben nagyobb akadályokat nem látok. Most itt még futórózsák sincsenek, meg szedel, meg akár se, ami azért a korábbi szakaszon azért előfordult, ott az autópálya mellett. Na, egy teljesen éppen fennmaradt távíró pózna, vezetékek nélkül. Na, hagyományos porcelán szigetelő, ugye négyenes vezeték volt rajta. Ezt én nem láttátok, de egy őzép ott szaladt át. Egyébként találkoztam már egy páron, de hát nehéz őket levideózni, mert mire előveszed a kamerát, már sehol nincsenek. Na, továbbra is az erdei szakasz a 630-as közelében. Itt már a helyzet némileg rosszabb, viszont szerintem járt itt valaki és gajazott. Mert még mindig járható. És hát bizony mindjárt elérünk ahhoz a ponthoz, ahol a feljegyzések szerint járhatatlan pályaszakasz jön. Hát meglátjuk. Hát mondjuk ott előttem ott látok egy kisebb dzsumbújt. Na majd a közelebb megyek, kiderül. 629-nél stimmelt, ott volt egy nagy dzsindzsa, aminek nehéz volt átjönni. Ott. Na, szóval visszamásztam ide a sinekre, és itt viszont meg már haladós, és muszáj is volt, mert ugye ott szerencsére volt egy földút, ahol ki tudtam kerülni a gaz, de az elkanyarodik ott ezért jobb oldalra. Tehát innen már nem marad más, csak a vágányon sétálni. Viszont ott Báta környékén van egy átjáró, ahol bevezet egy földút a faluba, tehát hogyha addig eljutok, az már jó. Meg a másik oldalt vannak szántóföldek, tehát hogyha nagyon nem lehet sem erre sem menni, akkor majd meg kell próbálnom valahogy tolonyiránt átvágni. De most ameddig a szem ellát, addig úgy tűnik, hogy jó. De hát azért nézzétek, mekkora
fát nőttek már ki itt a vágányok között, tehát hogy ennyit jelent az, hogy itt már hát nagyjából 20 éve itt nem járt vonat. És egyébként a felépítmény az a Szécsinek, már amennyit láttam. Lehet, hogy van egy 248-as is, de zömébe Szécsinű. És hol talfás, hol betonaljas, ez így változik. Na most itt érdekes, hogy villanyvezeték ott, és a túloldalt is van egy villanypózna, ahol csak eddig van kihúzva a vezeték. Mert lehet, hogy itt átvitték a föld alatt a kettő között. Hát akkor erre tovább, itt magas töltésen vagyunk. Talán itt azért is járható, mert kevésbé tudja a természet visszahódítani, mint bevágásba, ahova ugye befújja a szél a magokat, aztán gyorsabban nő. És ismét egy úgymond járhatóbb szakasz vége. Itt viszont már betonút van a vasút mellett, hát itt kell pedig tovább menni, az út másfele megy. Valahol a 622-es közelébe járhatunk. Az itt is egy fa a vágánytengelybe. Viszont láttam frissebb vágásokat is. Tehát itt biztos, hogy valaki vágta a fákat a vágányok között is. Az várni miatt is vágták, az most nekünk, oppá. Ezt nézzétek, mi van ott előttünk. Na, közelebb megyek, megnézem, de itt lehet, hogy egy útakadály van. Na hát itt kezdődnek a bajok, itt volt egy híd, amit eltüntettek. Ez pedig egy... Hát egy esőbe álló, lehet, hogy itt volt báta? Mert itt megálló hely, itt tudtommal nem volt. Bátának pedig még előrébb kéne lennie. Vagy lehet, hogy csak egy hídőr volt itt, de hát az meg... Viszont közút van, tehát akkor most... Igen, vissza kell menni. És megkerülni. Hát ez... És egyébként itt van egy turista út is, ami itt azt a betonútat követi. Hát vissza kell menni arra a betonútra. Aha, már azonnal jön. Aha, csak nagyot kell kerülni. Hát, megpróbálok itt lemászni, de alapos munkát végeztek itt az emberek, akik ezt itt ledrótozták, mert ezen nem lehet átmenni, úgyhogy nincs más hátat, itt tényleg vissza kell menni. Esetleg itt. Nézzük meg ezt az esőbe állót, ha itt vagyunk. Hát játok, sínszálak vannak, tehát biztos, hogy a vasútnak köze volt hozzá. Hoppá. Hát, tiltott önkényúlalmi jelkép is van a plafonon. Hát ez úgy néz ki, mint egy ilyen esőbe álló, vagy hát ilyen váróterem. És ott van egy lépcső, csak el tudok itt menni? Na, milyen jó, hogy mondtam, hogy nincsenek szúrós a kárcok, na hát most van. Ez mindegy, valahogy megpróbálok itt átmenni, és akkor ezen a lépcsőn le, és akkor nem kell nagyot kerülni. És itt van a hídnak a hűlt helye. És hát akkor hát itt erre tovább, tehát máshol nem tudok menni. Megpróbálok erre, és akkor valahol visszamászni a vasúthoz. Egy járhatatlan gaz. Viszont itt szerencsére van egy földút, talán csak oda ki kéne mászni. Úgyhogy itt vissza. És itt talán itt valahol már ki tudok menni, hanem akkor vissza kell séfálni oda, majdnem a hídig. Ezt nézzétek, hát itt van a gaz alatt a pálya. Hát itt tényleg járhatatlan. És ott a háttérben látszik a közút. Azért elég messze van, meg ilyen szántóföldeken kell keresztül gyalogolni, de hát tényleg ilyen leges-legvégső menekülési útvonalnak jó, hogy addig kell, és akkor közúton mégis csak egyszerűbb sétálni. Mert hát előbb-utóbb lesz egy buszmegálló. De hát ameddig még így lehet, meg ameddig ez a földút megvan, addig tudom követni a nyomvonalat. És a bátai megálló az még egy kicsit arrébb van, tehát van egy furkótelep nevű városrész a túloldalt, és valahol ott. De hát az még legalább egy kilométer, még az is lehet, hogy több. Gyerünk tovább.
Hát majd persze, hol lehet visszamegyek a töltésre. Na, hát kb. Eddig lehetett haladni a vágányon. Ezen még úgy szó-szó, de nézzétek meg, hogy most milyen. Hát ezen már biztos nem lehet átmenni. Viszont van itt, hát az az út ugyan elkanyarodik, de van itt mellette egy másik, tehát szerintem azon még tudok menni. Hát ez se semmi. Itt már a sinek sincsenek, meg itt még megvan, aztán innestől kezdenek már, látjátok, hogy itt ment a pálya, de a sinek nincsenek, és járhatatlan. És itt már ismét megvannak a sinek. Már nem egyszerű itt se végig menni rajtuk. Aha, és ott van az egyik távírónak a csonkja, a póznának. Na, ezen meg valahogy talán át tudok menni. Hiszen meglátjuk utána, mi a helyzet. És most itt ilyen állapotok voltak. És van itt egy átjáró. Nézzétek meg, hát megvannak itt a sinek, csak ráholták a sarat, és errefele kell tovább menni. Hát ez még járhatónak tűnik. Egyébként van egy földút mellette, hogyha nagyon rossz lenne a helyzet, akkor oda még mindig vissza lehet menni. Azért itt már van egy-két szúrós növény, meg futórózsa is van, úgyhogy majd lassan haladok. És hamarosan megérkezünk Bátára. Na, ilyen az, mikor hiányzik a hevedel. Egyik sín a másikon. És egyébként arrafele kell tovább menni. És akkor itt volt egy kunkor a vonalba, és annak a végén vagyunk, és mindjárt jön Báta. A kunkor után van. Furkótelep pedig ott van a távolban, még az is látszik innen. És valahol ahhoz közelebb volt. Hát. Itt viszont szerencsére azért kitisztultak a körülmények. Nem is baj, mert elfogyott az út, ahol lehet mellette menni, úgy látom. Már azért már, hogy 400 méter óta már tudok jönni a sineken, úgyhogy nem egy nagy probléma. Azért az is látszik, hogy azért nézzétek, tehát itt elmászott már a vágány, mert semmi nem tartja. Még ott még megvan a hevedel, ezt nem lopták el, viszont sincs a valból, egy sincs. Tehát azért a sincs a valokat, meg az alátéteket, azokat szépen azért elszedték innen. Hoppá. És innestől kezdve már csak az erdő van. És egyébként Bátának az épületét is elbontották, hát már 2010-ben se volt meg, ahogy lendéztem most az előbb. Ja, meddig még volt 4G, addig lendéztem a vasútállomáson, hogy mire számíthatok. De majd fentről a ponthúról szerintem fogok belakni képeket, hogy vajon mikor lehetett még meg az épület, és mikor bontották el. Na, itt van a pózna. Hát ez valószínűleg kidőlt. És azért nézzétek, ott van egy sötös doboz. Na mondjuk, emiatt nem kell itt eldobni az erdőbe, ahol a környéken nincs, de valaki járt itt, ezek szerint. Hát még egy sötös doboz. Na, ez meg. Ha már ide kijön, akkor minek szemetel? Hát haladjunk tovább. Na ezt nézzétek. Benne az erdőben, de gyakorlatilag benőtte az erdőt, vagy hát az erdő benőtte a vágányt. És innen viszont eltűntek a sinek. A talfák meg itt vannak kiforgatva. Hát ez nem biztos, hogy ez hivatalos bontás volt, mert a szabványos vágány végejel az nincs meg. Bár ugye már a vörös négyzet kint volt korábban, tehát lehet, hogy akkor már nem gondolták, hogy ide is ki kell rakni. Minden esetre a sineket eltüntették, a talpfák megvannak. Hát nem tudom, milyen hosszan hiányoznak. Itt mondjuk lehetett feltűnés nélkül lopni, mert itt a környéken nincsen semmi, tehát hogyha ide kijöttek és szétflexelték apránként, akkor el tudták vinni, csak hát ugye sokat kellett cipelni az átjáróig. De az is elképzelhető, hogy ez hivatalos bontás volt. De a lényeg az, hogy a pálya járható, és közelítünk Bátafele.
Ja, hát majd GPS koordináta alapján meg lesz, hogy pontosan hol volt, aztán majd próbálok valami nyomot keresni, mert igen, hogyha nagyon régen lebontották az épületet, nem biztos, hogy bármit is fogok találni. Na de hát, eddig úgy tűnik, hogy nem lesz itt probléma továbbra sem. Talpfákon lehet lépdelni. Sinek már nincsenek. Viszont a helyzet változatlan, legalább jól járható. És a betonaljas szakasz. Igen, egyébként felváltva voltak korábban is talfák és betonaljak. Hát ezek nagyon régi, ezek ilyen lágyvas betétesek. De hát ide még tökéletesek voltak akkor is, amikor bezárták a vonalat. Hát azért az is látszik, hogy ugye hát a fatiplik, ez a gyengéje ezeknek a betonaljaknak. Teljesen ki van már rohadva mindenhonnan. Tehát a legtöbbnél még azt is el tudom képzelni, hogy csak egy tiplizés kell neki, és utána még évekig vagy évtizedekig jók lennének. És már közel van Bátor állomás, mert nézzétek csak meg. Ezek vonóvezetéktartók, tehát ezek a előjelzőhöz, vagy a főjelzőhöz mentek, hát nem tudom, volt előjelző, de hogy van vezetéktartó, az biztos. De már mindjárt ránézek a GPS-re is, hogy hol járunk. Mert ugye közben a 4G-től elbúcsúztunk itt az erdőbe, az nem volt, de most már lehet, hogy kicsit kijebb jövök már itt a másik oldalt, már nincs erdő, itt lehet, hogy már 4G is van. És ezt nézzétek, 582-es szelvény, és itt egy biztonsági határjelző, tehát ez már az egykori állomás területe volt. És egy kétvágányos állomás volt, az biztos, tehát a második vágány az valahol itt lehetett. A felvételi épület meg szerintem a túloldalt. De hát ezt majd nyilván fentről.hu meg fogjuk nézni, az a baj, hogy itt még mindig nincsen 4G. Meg hát telefonon valamiért a fentről.hu nem megy. Hoppá, hogy nézzétek, csak lehet, hogy itt volt az állomás. De ezek viszont itt ilyen oszlopmaradványok, és itt van egy nagy palac. Hát lehet, hogy mégiscsak itt volt. Hát gondolom, fentről.hu-t meg kell nézni. Biztos, hogy vannak ilyen 70-es vagy 80-as évekbeli felvételek még, amin látszik. De most innen úgy tűnik, hogy itt volt. De hát az, amikor még itt vonatok jártak 20 évvel ezelőtt, már akkor se volt meg az állomás épület szerintem. És itt már, és valószínűleg a mellékvágány se, hanem csak egy táblás megállóhely volt itt. És megvannak a sinek. Nézzétek, itt már ismét vannak sinek, tehát a második vágány itt volt mellettünk, és itt volt a felvételi épület is. Na legalább ez már kiderült. Talán a peron az még megvan. Még valami beton. Aha, szerintem itt volt a peron. Valahol itt lehetett erre. Na de hogy az hova került, mert az biztos nem hivatalos bontás volt. Mert most miért bontották volna el a peront, hogyha egyébként a sineket meg itt hagyták. És hát ugye az valószínűleg ilyen egyszerű pedon volt, hogy ezért betonolj, aztán meg köztük meg múrvával feltöltve. Azt ugye miért lopták volna el? Tehát valahol itt kellett, hogy legyen a pedon. Viszont megvannak itt tovább a sinek, tehát valami ott az erdőben, akkor azt valószínűleg ellopták azokat a sineket. Hogyha csak azon a szakaszon szedték föl, és tovább meg nem.
Hát akkor járna tovább, és igen, és valószínűleg itt volt a peron. Hát igen, ugye 2003 óta itt nem áll meg semmi. Meg hát, ja, persze, hogy a vonat se jár, tehát... És ez olyan, hogy nem találtam el most azért valamely... Itt már volt 4G, úgyhogy pár dolgot meg tudtam nézni. De nem találtam minden képet onnan, mondjuk az utolsó vonatok egyikéről. Se. Szóval olyan 2003 körüli képet nem találtam, amikor még a vonatok jártak errefele, vagy akár egy-két évvel korábbiakat. Hát, majdá. Itt viszont jól összetörtek valamit. Hát az állomásból nem sok maradt, de biztos, hogy itt volt a peron, mert itt látszik, sokkal tisztább a környék és járható. Akkor viszont, mivel most van még csak olyan dél körül, hát még valameddig elmegyek. Van még egy megállóhely Báta és Palota Bozsok között. Tehát, hogyha más nem, akkor addig még el tudok menni. Azt láttátok? A mókus. Ott van. Felmászott a pózna csonkra. Pedig az egy mókus volt, nem tudom, látszik-e majd a videón. Hát... Kiment. Na tehát itt volt Báta, és... Egyébként jó volt, mert most megnéztem, meg most már le is mentettem végre a Benedeknek a kis segédanyagát, és tényleg írja, hogy Bátánál megvan valamennyi sín, aztán utána megint sín hiány sokáig, és ez igaz, látjátok. Az aljak itt is megvannak, csak benőtte már a gaz, viszont a nyomvonal meg innen járható, és hát mivel idő az még van, még körülbelül négy óra van a utolsó buszig, amivel még haza tudok menni, ezért még egy darabig megyek. Aztán majd, ha más nem, akkor visszafordulok ide, mert most már egészen Palota Bozsokig közút közelébe sem leszek. És hát nem biztos, hogy Bozsokig el tudok menni, azért ahhoz nagy szerencse kéne, hogy legyen annyi járható hely, hogy végig bírjak menni. És ott már megint vannak sinek, úgy látom. Igen. Ott ismét lesznek sinek. De hát ha sikerül eljutni Palota Bozsokig, akkor nagyjából ugyanabban az időpontban lesz busz. De hát még azzal is jó vagyok. De hát szerintem most jönnek majd a nehezebb részek. Hát meglátjuk. De esetleg megyek, ameddig tudok. Hát, ha más nem, akkor majd megyek 2 órát, aztán visszafordulok. Na, itt volt egy ásott kút. És itt van egy pár tégla is szétszórva, tehát itt biztos, hogy volt egy épület. És egyébként volt itt egy PFT telep is, ami szintén a 90-es években már megszűnt. Aztán később meg itt elbontottak mindent. Hát, ez ahogy itt látjátok. És akkor vissza a vonalra. És Leperpuszta volt a következő megálló. Addig még lehet, hogy el tudok menni. Sőt, szerintem, hogyha ilyen állapotok uralkodnak, akkor sima ügy. Valami repkedő objektum volt itt. Darázs, vagy dongó, vagy akármi. De hát nem bahat röpködjön, az a dolga. Menjünk tovább. Hogyha ilyen marad végig, amit kétlek, akkor nem lesz itt probléma. És egy újabb helyzet. A sínek megvannak, csak ki vannak ide borogatva. Hát ez nem tudom, hogy ez hivatalos volt-e vagy sem. Szerintem ellopásra készültek már elő. Csak valószínűleg nem volt még ideig földre. Aha. És ennyi, nincs is meg azért többi. Hát innen már nincsenek meg a sínek. Lehet, hogy itt kapták rajta a bandát, akik lopták, mert ide egyébként közúton be lehetett jönni. Valameddé, ugye az állomásig volt egy földút. És majd mindjárt lesz egy átjáró is. Aztán meg majd lesz vagy 2-3 kunkola vonalba, és úgy megy Palota Bozsok fele. Hát egyenlőre haladunk, ameddig tudunk most. Egyenlőre még jó a helyzet. Hát akkor tovább. Itt ismét megvannak a sínek, bár leerősítés az nincs, amit látjátok, már úgy elmászott, mint annak a rendje. Egyik talpfát oda ki is forgatták. Hát egyébként így néz ki. És errefele lehet tovább haladni, tehát
Tehát akkor, hogy se hevedel, se sincsaval, semmi, mindenhol kilopták, hát itt olyan két sínszál van, amit semmi nem fog. Ja de, hát két sincsaval megvan. De hát itt már semmi. Ez nincs lerögzítve. Látjátok, ez így mozog, semmi nem fogja. És jön az első ív. Hát igen, itt ilyen kunkorok vannak. Hát ez a régi 19. századi hévtársaság féle vasútépítés. Hogy az volt a lényeg, hogy minél gyorsabban kész legyen, mert szükség volt rá, és hát hogyha valami nehezen kikerülhető akadály volt, vagy akár valaki nem engedte a földjére, hát akkor ilyen ökölhugyozás vonalvezetéssel is megépítették a vasutat, nem egyezkedtek, meg tárgyaltak vele, mert ugye fontos volt, hogy minél hamarabb mehessen. Csak hát ezek most meg már visszaütnek, ezek a fajta építkezési módok sok helyen, hogy az volt a cél, hogy a vasútnak jó legyen, nem az, hogy az utasoknak, mert akkoriban még nem volt konkurenciája a vasútnak, és hát akkor még úgy voltak vele a falvak, és még így is örültek, hogy van vasútállomások, hogy akár 3-4 kilométerre a falutól volt. Szóval kisétáltak oda, meg akkoriban az nem volt szokatlan dolog, hogy akár 10-15 kilométereket sétáltak az emberek a földekre. Tehát nem okozott gondot az se, hogy ha utazni akar, akkor ki kell sétálni a vasútállomást a 3 kilométert. Aztán volt ugye mindenhol szinte fűtött váróterem, és a többi hát leült és megvárta a vonatát. És itt a közúti átjáró, és hát kértok, hogy ott az vezetett be az egykori Báta állomáshoz. És akkor így, hát Bátára pedig ez az út vezet be, tehát hogyha ha megcsúszok idővel és nem fogom tudni palotabosok, az már azért merészállom lenne, az nagyon jól járható, ilyennek kéne lenni a vonalnak végig, mint most van, akkor még palotabosok is meg lehet. De hát ha nem, akkor meg idáig vissza kell jönni, és itt már ugye ki tudok sétálni a közútra, és akkor onnan Bátától már Bátaszékre is van szerintem busz, vagy ha másra, akkor ott a Talsónyékre biztos, ahol fel lehet szállni ott a megállónál a vonatra. Menetrendek.hu azt írta. Ezzel mindjárt betelik a tárhely, úgyhogy mindjárt most leállítom a felvételt, mert le kell törölni egy pár dolgot a kameráról. Aha, már villog a 0 perc, úgyhogy szerintem jobb, hogyha befejezem. És akkor a régebbi videókból le kell párat törölni. Ugye azért van olyan bőven a kártyán, ami már van mentve a gépre, úgyhogy nem lesz ebből probléma, nem fog semmi elveszni, csak most nem tudok majd filmezni, hogyha vetelik. Ezt nézzétek! Hát nem semmi. Jó, félredobva egy. És akkor elvileg ott az út helyén kéne, hogy folytatódjon. De hát itt azért szépen elcsavarodott a vágány meg a sinek, hát ezt nem tudom, hogy sikerült összehozni. Aha, bár szerintem ide csináltak egy erdei utat, vagy hát itt járműve, aha, mert majd az igazi földút, az nézzétek, ott megy. És akkor itt valaki itt illegálisan, hát vagy nem tudom, vagy nem illegálisan, de itt megcsinálta magának az utat, úgyhogy itt fogta, és akkor így betolta a vágányt, vagy hát így benyomorgatta ide. Aha, igen, mert egyébként mert itt ment, és akkor így megcsinál magának egy utat, mert itt van az ágyazat, és ide félre vannak dobálva a sinek. Hát ez nem semmi, és ez, hát ez biztos, hogy nem 20 éve történt. Ez szerintem egy maximum 2-3 éves történet itt. Talpák ide kidobálva mellé. Nem semmi. Viszont így legalább járható a pálya, tehát ennek örülni kell, legalábbis most nekünk. Hát, hogyha itt nem járkálnak közúti járművek, már régen dzsumbúj lenne. Így viszont legalább a nyomvonalon tudok haladni. Sinek felszedve, talpfák meg vannak. És még mindig látszik, hogy ezt erdei útnak használják, közlekednek rajta. Viszont így legalább járható a nyomvonal. Ide például ideálisan lehetne kerékpárutat tervezni, ez egyébként Bátaszéktől is adnám, hogy ha már azért vonat az úgyse lesz már rajta,
Szerába, hogyha lesz is vasúti kapcsolat, illetve helyreállítják ezt a vasúti kapcsolatot, akkor az biztos, hogy nem ezen a nyomvonalon lesz. Tehát ezt a régi nyomvonalat, ezt például ideális lenne kerékpárútnak felhasználni. De itt az erdei szakaszokon például nagyon feelingesen ne biciklizni, és nem is kell itt leaszfaltozni, meg az én az nyilván tájidegen egy erdőbe, de valami murvával leszórni, és hát ugye annyira karbon tartani, hogy ne nőjön rá a növényzet, akkor teljesen jó ilyen azért bicikliző terep lenne. És ha végig ilyen jól halad, akkor tényleg eljutok Palotabosokig. Ott viszont van egy vasúti múzeum, már sok idő nem lesz rá, viszont ha eljutok odáig, akkor meg fogom nézni, de hát ott nyilván az ilyen előzetes egyeztetés alapján nyit ki. És hát nem biztos, hogyha most megállok, hát idő se lenne rá, hogy ott mindent megnézzek, tehát arra szentelni kell egy külön napot. Viszont így, hogy már addig a bejárás meg lesz, meg esetleg megnézem azt, ami kívülről látható. Így akkor már legközelebb, hogyha már csak azért jövök, akkor több idő lesz ott mindent alaposabban megnézni. És ismét megvannak a sinek. Hát így félrelökve nagyjából. De hogy ezt itt alfástól hogy sikerült? Nem tudom, viszont ott viszont már látszik, hogy az volt az eredeti vágánytengely. Itt ezt így tényleg itt alfástól rakták félre. De hogy miért, az még mindig nem derült ki. Valószínűleg ide a szőlőhöz kiárók csinálták, de hát ugye itt van mellettünk a másik földút, tehát már csak azért se értem. És itt rá is kanyarodik a másik földútra, viszont szóval ezt nézzétek, ott a sínszál, mind a kettő. Azért ez hogy sikerült így összehozni? Akkor csak, hogy jobban látszon, hogy itt kéne, hogy menjenek a sinek, és ugye itt vannak félreborítva. Innen viszont megvannak továbbra is. És szerencsére a pálya is járható. Maradjon is így. 569-es szelvény. Itt viszont meglepően tiszta. És elefelésben leszámítva ezt az egy-két vágánytengelyben lévő felt, ez meglepően tiszta. Hát ez olyan, mintha tegnap ment volna el az utolsó vonat. De hát tartok tőle, hogy nem sokáig lesz ilyen. Előbb-utóbb most már véget fog érni a Kánaán. Na de hát, baj. Ameddig lehet, addig megyek. Itt viszont azt is látjátok, hogy nem nagyon van hol kerülni. Tehát itt, hogyha bejut a dzsumbúj, akkor nem igazán van merre menni. Itt a magas töltésen. És a pálya továbbra is jól járható. Célsének talpával, és itt vagyunk egy kunkornak a közepén megint. Hamarosan lepelt puszta jön. Sajnos itt én csak megközelítő GPS koordináta van, és ezt a megállót már 1964-ben megszüntették. De nem biztos, hogy bármit találok róla. Eddig a helyzet változatlan volt. Innen viszont ismét hiányoznak sinek. De a nyomvonal járható maradt, és egyébként itt a következő kunkornak a tetején ott van egy híd, és az ja, valami csatorna fölött van egy, remélhetőleg megvan az a vasúti híd, nem járunk úgy, mint a másikkal. És ott volt a lepelt pusztai megálló. De hát ez, mert itt tényleg puszta, meddig a szem ellát, és hát nem tudom, 1964-ben. Tehát hát valószínűleg azért szüntették meg már akkor, mert akkor se nézett ki jobban, mint most, legalábbis nem volt lakottabb. És ez kb. Félúton van Bátor és Palotabosok között. De most elég sok időt sikerült nyerni ezzel, hogy itt a nyomvonal teljesen jól járható. Hát még hogyha az itt nyert időt el is vesztem, akkor is még meg lehet. Meg hát, hogyha lepert puszta fele tovább megyek, akkor már hogyha van valami súranó pálya, akár így Szántóföldön keresztül, és akkor ki lehet menni a közútra, akkor ki kell menni, mert úgy már közelebb van, mint hogyha visszafordulnék. És innen ismét vannak sinek. És egy kicsit nagyobb a susnyás is, de legalább még mindig járható. Tehát ha ennél rosszabb nem lesz, akkor már nincs ok az aggodalomra.
Azt nézzétek, ott van egy hótörőmenet, és itt az érdekes, hogy ott a kék pötty vagyok én, és odáig kell eljutni. És innen már nincs messze, tehát ott egyenesen kicsit tovább, és ott a Kunkor tetején van. Lepelt pusztai megálló, és hát innen jöttem. És ezt nézzétek, a vasút innen jött, és ezt a völgyet kerüli ki, és itt kezdődött valahol lepelt puszta. 554-es szelvény az itt van, és 554-552 között volt. Hát igen, és valahogy ezen kéne magamat áthámozni. És hát itt nagyon más út nincsen. Itt vagyok egy magas töltésen. Ezt nem fogom tudni ilyen egy könnyen megkerülni, ezen valahogy át kell menni. És itt volt lepelt puszta. Itt volt a peron ezen az oldalon, és egykoron azt hiszem volt itt egy felvételi épület is. Vagyis hát ilyen felvételi épület nem, mert itt ugye nem volt lakodó, csak megállóhely volt, hogyha jól emlékszem, és de egy esőbeálló az valahol itt volt, de már abból semmi nem maradt. És ugye 1964-re meg is szüntették, és egyébként igen, ezt a völgyet kedüli meg a vasút itt ilyen nagy ívben. És errefele haladunk tovább, és itt majd lesz egy, remélhetőleg lesz egy híd. Térkép jelöli, bár van azt is jelölte, ami már nincs meg. És akkor innen körülbelül 4 km palotabosok. Valahol az 500-as környékén kell lennie is. Hát illetve azt hiszem az 508-as körül van, és most vagyunk az 552-esbe, tehát egy ilyen bő 4 kilométer. Viszont úgy látom, hogy kezdődik a dzsumbuj. Ez nem jó hír. Az a baj, hogy nem nagyon lehet megkerülni, tehát itt töltés kell mászni. Ha ezen valahogy nem tudok átmenni. Hát igen, vagy pedig itt le, aztán amint lehet ott föl valahol, hát meglátjuk, remélhetőleg azért ezen még valahogy át lehet mászni. És akkor mutatom, hogy ott kellett lemászni, és itt fel tudok menni, úgyhogy remélhetőleg az ennyi volt, és más nagy dzsumbúj nincs, azért szúrós akác van, és akkor de szerintem ezen föl lehet menni. Kénytelen leszed, meg hát itt, mintha valaki már fölment volna, itt van egy ösvény. De most akkor a kamerát elrakom, mert mindkét kézre szükség lesz. Hát ez van most előttünk, hát az a híd, az úgy átmentem rajta, hogy nem is vettem észre, mert az utána megnéztem a térképen, hogy egyébként tényleg meg itt láttam is, hogy ez csak egy kisebb patak, de hát még hogyha nem lett volna híd, az se lett volna olyan hatalmas nagy probléma szerintem, mert olyan keskeny volt a medve, hogy szerintem át tudtam volna ugrani. Akkor most haladunk tovább. Hát most leszámítva egy-két ilyen vágánytengelybe kinőtt bokrot, ez még járható. De most már tényleg bízok benne, hogy ennél rosszabb nem lesz, mert most már közelebb vagyok palotabosokhoz, mint Bátrához. És ugye Bátrához visszajönni még nem is elég, mert ott még vagy 2-3 kilométert a közútig is kell sétálni, viszont itt a legközelebbi közút is egyenesen van a vasútvonalába. Tehát maximum a Kunkorokat tudnám levágni, de az sincs hol, mert itt a környéken nincs út. Tehát legalább egy 2,5 kilométert még előre kell haladjak, ahhoz, hogy egyáltalán közút közelébe kerüljek. Jó, ezen szerintem itt a szélén el lehet menni, de soha rosszabb ne legyen. Pálya továbbra is jól járható, lassan kiérünk a Kunkornak a végére, és haladhatunk tovább. Még mindig a magas töltésen vagyunk. És körülbelül szerintem olyan 3,5 kilométerre lehet palotabosok. 533-as szelvény. Kisebb gaz előttem. De itt még át lehet menni. Úgyhogy csak előre. Van néhány szúrós. Szede, rakác meg, amit el lehet képzelni, de azért itt még lehet kerülgetni.
akkor már 3 kilométer sincsen palotabozsukig. Viszont jönnek a nehéz részek. Hoppá. Nem baj, ezen még valahogy átmegyünk. De megint lemaradtam róla nektek, de egy vaddisznó csorda ment el itt az előbb. De hát azért az élővilágot nehéz ám levideózni. De legalábbis azért két fekete nagyobb állat volt, meg ilyen kisebbek, tehát ugye messze voltak, de szerintem a csíkos hátúakat vitték. És itt eltűnnek a vágányok, látjátok, elfogytak a sínek megint. Jön megint a sín hiányos rész, ahol talfákon kell lépkedni. És ott megint vannak sínek, ennyi volt a sín hiányos rész, látjátok. Na, ez valami mini támfal lehet. És van neki egy párja a másik oldalon, és egyébként erre megyünk tovább. Na, és akkor ameddig itt a Erdélybe ebbe vagyok, beraktam egy no copyright-os zenét, remélhetőleg emiatt nem fogják lenémítani itt a videót, meg becopyright-olni. Ugye ezt használtam már máskor is. Viszont továbbra sincsen különösebb probléma, a nyomvonallal járható. 536-os szelvényot látjátok. Ezért van néhány buktató, vigyázni kell. Itt legalább jól olvasható a szelvénykő. Hát erről jöttem. Mutatom, hogy itt mi a helyzet. Itt már kezd nagyobb lenni a gaz. Viszont szerintem itt a töltés tetején el lehet menni. Itt egy szelvénykő, de nem látszik tisztán, hogy ez melyik. Az 536-osat azt már elhagytam. Jó pár száz méterrel ezelőtt. Úgyhogy valahol arra fele tarthatunk. És itt egy útátjáró. Itt a erdei szakasznak körülbelül a határán. És itt már igazából mindkét oldal szántóföldek vannak. És itt van még egy kunkor. És utána viszont már következő az már palotabosok lesz, innen már elérhető közelségben van. És hát ugye kikerültem azt a pár száz méteres nem járható szakaszt. És most már utána innen mehetünk tovább. Remélhetőleg nem lesz nagyobb akadály most már. Egész közel vagyok innen, azért már nem lenne jó visszafordulni. És ráadásul még azért egy a másfél kilométer legalább ide. Igazából olyan értelmezhető közelségben közút lenne. Úgyhogy addig valahogy el kéne jutni. 519-es szelvény. És akkor erre. Szerencsére a pálya azért többé-kevésbé jól járható volt. Vagy legalábbis mondjuk gyalogosan járható azért kisebb-nagyobb nehézséggel. Hát most körülbelül egy kilométer szerintem palotabosok, az pedig már meg lesz innen. Nem már hatodik haszakat bemegyek palotabosokra. Ott fut. Ott mennek a bambik. Na most megvagytok. Azt hittem az első győzött. De nem, tovább tart a verseny. Sőt, van ott még egy. Na egyébként a pálya meg itt van. Itt egész jól járható. És ott a távolba, az már szerintem palotabosok, ott az a víztorony. Ez egy víztorony? Egyáltalán. Igen, az pedig egy víztorony, tehát valószínűleg ott lesz, ahol az már a falu. Vagy város. Hát nem tudom, palotabosok éppen micsoda. De hát addig kell valahogy eljutni. Itt, ahogy látjátok, itt műút sincsen, tehát a legközelebbi műút is ott van. Viszont ott legalább, ott szaladt a nyuszi. Ezt nézzétek. Leerősítés az semmi. Nem tartja itt semmi, mert az összes sincsavat ellopták.
viszont legalább járható a pálya. Na, ezt nézzétek. Talán ezen még át lehet menni. Meg kell próbálni ezen a csumbujon valahogy átmenni. De már itt vagyunk a célegyenesbe, csak azért. Na, nézzétek, ott megy a vasútvonal. Azt mondtam, valahogy addig a fehér épületig kéne eljutni. És igen, emiatt a szúrós dzsungel miatt jöttem ide föl. De most már lassan mehetek is vissza. És ezt nézzétek, itt egy jelző, hát ez... Valószínűleg ez volt az előjelző. Már nem látok rajta azonosítót. És már a vonóvezeték sincs meg. De még a tartó se. De hát ez jelenti azt, hogy már közel az állomás. Itt vagyunk, nem messze. Na ezt nézzétek, hát itt aztán feltöltötték rendesen. Oké, szemételletnek is használják, de hát igen, ez az, ami már nem járható. És arrafele folytatódnak a csinek, és nem is el vége, Totálkár felrakott egy videót, mikor a zsínautóval eddig kijöttek. Tehát igen, itt nem volt átjáró, de lett. Hát vagy ki tudja. Már lehető volt korábban is, de hogy ennyire nem volt feltöltve, az biztos. 500. Tehát most vagyunk 50 km-re Pécstől. Szóval itt mentek a legutóbb a Sintrabival. Hát, hogyha Sintrabival még így tudtak menni, akkor nekem is sikerülni fog gyalog. Tehát gyakorlatilag ott vagyunk az állomáson. És innen jöttünk. És Palota-Bozsok állomás. Egyben vasúti múzeum. És látjátok, ott van benne egy frigyláda és egy Sintraband. Ez az, ami ide látszik. Ez az épület is vasúthoz tartozott, ez egy szolgálati lakás volt. Hát most úgy tűnik, hogy lakatlan. Nézzük, hát sajnos nincs nyitva. Ez előre, nem tudtam előre, hogy el fogok eddig érni, úgyhogy nem telefonáltam, hogy esetleg megnézhetném meg. Hát ugye sok idő most már nincs is, mert körülbelül fél óra aztán menni kell a buszhoz, de addig legalább itt szét tudok nézni. Van egy teljesen újra festett szelvénykő, ezt már most látom. És akkor nézzünk tovább. És itt van a Sintrabi, mert lehet, hogy hentesé volt. Meg hogy oldották meg. Igen, ez egy két félbe vágott felni, az biztos. És nincs benne a kormány se, ugye, hát pedig elvileg benne is lehetne a kormány, de hát ugye sineken nem kell. Nézzétek. És itt van még egy autó, de ez nem sínautó. De viszont Skoda. Skoda 120-as, de ez nem sínautó. Viszont retro. És az egyik frigyláda belülről. Ez egyébként a pótkocsi, a másikban volt a motor. És akkor Palota-Bozsokról sikeresen megérkeztem Alsónyékre, itt fogok majd felszállni a vonatra. Jönőre, ugye el kellett menni Mohácsig egy busszal, Palota-Bozsoktól. És utána egy bajai busszal tudtam eljönni idáig. Egyébként elmentem volna Pörbeig is, és szerintem még ott is elértem volna a vonatot, csak hát ott... Hát nem tudom, mennyit kellett volna sétálni a buszállomásról a vasútig, bár Pörbei nem nagy falu, úgyhogy valószínűleg nem sokat, de hát így egyszerűbb volt. Mert egyébként mutatom, hogy ott volt a buszmegálló, ott van az esőbeállója, és hát itt ennyit kellett jönni. Viszont ilyen feltételes megálló hely, ezért ide kiállok majd a peron szélére, és itt fogom megvárni a körülbelül 20 percből jövő vonatot. Egyébként arra van bátaszék, és arra van, tehát onnan fog majd Baja felől jönni a vonat, és bátaszéken keresztül Sárbogárdig. És onnan majd a Pécsi Intercity-vel tudok hazamenni. Vagyis hát ugye a Pécsre jövő meccsekkel.
Úgyhogy ennyi akkor. Tudom, hogy ezt is megnéztétek, végül sikerült a 64-est a másik old irányból is megtámadni, tehát most kb. A kétharmada megvan. De pont a középső szakasz ott azért Palota-Bozsok és Pécsvárad között az kemény dió lesz, mert ott 1997 óta nem jár vonat. És nagyon sok helyen ott teljesen benőtte a gaz és járhatatlan. De úgy tudom, hogy azért Vémiendig még el lehet menni, és addig el is fogok, majd egyszer. Hát aztán, hogy Vémiend után mi lesz, mert azt tudom, hogy Pécsvárad után hatalmas nagy dzsungel van. Tehát már Pécsváradtól nagy pallig se lehet eljutni, pedig az csak 4 km lenne. De hát az majd a jövő zenéje lesz. Sziasztok!